Nagyadózói fórumon köszöntötte Szabó Péter azoknak a vállalkozásoknak a vezetőit, akik a legjelentősebb összeggel járulnak hozzá a város adóból befolyt bevételeihez. Az eseményre meghívottakat a város vezető többek között arról tájékoztatta, hogy a 2018-as költségvetés közel 64%-át, azaz 7,5 milliárd forintot a helyi adók tették ki ezeknek a közhatalmi bevételeknek, tehát ennek a 7,5 milliárd forintnak a 64%-a az az iparűzési adóból származik, 33 az építményadóból, 1,4%-a a gépjárműadóból és a kommunális adóból, és a maradék 1,4%-a pedig a különféle telekadókból. Szabó Péter elmondta, hogy az adóból befolyt összeg mértékének köszönhetően hitelfelvétel nélkül zajlik a város vezetése, illetve széles körben tud megvalósítani önként vállalt feladatokat. A város vezetés továbbá ennek köszönheti az intézményhálózat és az egészségügyi ágazat magas színvonalú fenntartását. Költségvetésünknek a 20%-át közel 2,5 milliárd forintot tudunk fordítani az intézményhálózatunk fenntartására és működtetésére, de ugyanilyen jelentős összeggel tudunk hozzájárulni akár az egészségügyi ágazatnak a, a fenntartására. Itt gondolok alapvetően a paksi gyógyászati központnak a működtetésére amelyhez Paksváros önkormányzat az OEP finanszírozáson kívül 600 millió forinttal tud hozzájárulni. Szabó Péter köszönetét fejezte ki a nagyodúzók felé, és hangsúlyozta, hogy továbbra is számítanak támogatásukra. Jó érzés az, hogy tiszta a városunk, folyamatosan az utcák felújulnak. Tereket újítanak fel, játszótereket, ez természetesen egy nagyon jó dolog. Hát ez az unokáinknak, gyermekeinknek természetesen egy, egy, egy nagyon jó, és, és hát használják is ezt a gyerekek. A városvezető beszámolóját Csekeklára tanítványának Kovács Aliz műsora követte, aki énekhangjával varázsolta el a közönséget.